hogyha eddig tették volna, akkor kérem, hogy mostantól ne rettegjenek attól a kifejezéstől, hogy digitális átállás. Semmi szörnyűség nincs benne, sőt a televíziózás új korszakában minden szebb és egyszerűbb lesz általa, miközben önöknek szinte semmit nem kell tenniük érte. Shakes. August and Queen works. Európai Uniós kötelezettségünknek eleget téve 2013 a digitális átállás éve. Igen, Marci, ezt már tudjuk. Ezeket a figyelemfelhívó kisfilmeket éveleje óta önök is láthatják itt az RTL Klubon. Arról szólnak, hogy idén ősztől digitális televíziózásra áll át az ország. Minimum 7 csatornát foghat majd mindenki. Ez nagy változás lesz ott, ahol eddig csak szobaantennával tudtak fogni 3K-sás képet. Itt kell mindig állítgatni, hogy valahogy működjön. Ennek a korszaknak lassan vége a szentendrei Boda családnál is. Ezt kihúzzuk, mert most nem kell nekünk. Az anélkül is jön. Hát, az RTL Klub mindenhogyan bejön. Kezit csokkolom, meghoztam a digitális dekódert. Ezt így összefogom szerelni. Nagyon okos kis készülő. Tényleg, erről már hallottunk a kisfilmekben is. Ön is érezte már úgy, hogy kedvenc műsorait jobb lenne egy másik időpontban megnézni. A digitális átállás egyik előnye, hogy a televízióadást akár rögzítheti is. Sőt, a gyerekekre is jobban vigyáz majd az új rendszer. Ezen van egy olyan funkció, hogy gyermekzár, hoppá, ami, Zoli, ami annyit jelent, hogy bizonyos gyerekzár funkció, bizonyos csatornákat, ha nem akarjuk, hogy a gyerek ezt lássa, akkor egy egyszerű jelszó megadásával ezt a funkciót a gyerektől el tudjuk zárni. Csak ne hallja a gyerek a jelszót. It's a beautiful day. Eredeti nyelvű filmek felirattal. Ez is egy újdonság lesz. A fiúk németül tanul, és hogy itt ugye a digitális csatornáknál van arra lehetőség, hogy eredeti nyelven nézzünk meg filmeket, és magyar felirattal. Bodáig szinte maradéktalanul elégedettek. Igazából minket ez kielégít, ez a 7 csatorna, legalábbis egyelőre, tehát még egy sportot. Sport még nincs, de mi azért készültünk egy kis meglepetéssel. Köszöntöm Önöket, ez itt a Fókusz külön kiadása, amit most csak Önök láthatnak. Bízom benne, hogy az elmúlt 15 évben minden este ott voltunk Önökkel, és az a jó hírem van, hogy nem sokára még jobb minőségben találkozhatunk egymással. A digitális átállással jobb képű leszek, és a hangom is megnyerőbb lesz. Remélem, hogy ezután is meghívnak majd a nappaliukba esténként. Találkozunk tehát nem sokára. Hát ennyi. A Gábor szerette volna köszönteni Önöket. Szerintem nem lesz jó képű, vagy jobb képű, ahogy mondja, a hangja viszont biztos számára. És ez Bodáiknak nem kerül semmibe. Ők is abban nagyjából 100 000 családba tartoznak, akik ingyen kapják meg az új technológiához szükséges dekódert és antennát. A többi 350 000 érintett otthonnak viszont fizetnie kell. Maradva meg a régi tévékészülékem, ez gyakorlatilag kb. 20 000 forintos összeget fog jelenteni antennával, set-top box-szal, és ezáltal hosszabb távon újra ingyenesen nézhetem a szabadon fogható műsorokat. Nagyon fontos, hogy a hírközlési hatóság emberei, akik beszerelik a dobozokat és az antennákat, nem kérnek és nem is adnak pénzt. Ha valaki ezzel próbálkozik, az csaló lehet. Az átállás első üteme, amely az ország nagyobb részét érinti, július 31-én indul. A második, utolsó pedig október 31-én. Onnantól mindenki digitálisan tévézik majd Magyarországon.